Kétfajta csomagot kapnak, akik jelentkeztek, meg akik rászorulók, egy élelmiszercsomagot, laktózmentes tejjel, száraz tésztával, ezzel azzal lisztel cukorral, étolajjal, és ez tisztítószeres, amiben tusfürdő, szappan, öblítő van. Tartós élelmiszerek vegyi áruk sorakoznak a polgármesteri hivatalban. Az önkéntesek és a gondozási központ munkatársai készítik össze az egységcsomagokat. A húsvét előtt döntött úgy a városvezetés, hogy a leginkább hiányt szenvedők számára összeállítja ezeket a csomagokat. A város honlapján megtalálható az a bankszámlaszám, ahol esetleg magánszemélyek, vállalkozások pénzadományaikat tudják elhelyezni, és ebből a forrásból a város a szociálisan rászorult családokat tud segíteni. Erre a vonatkozóan a döntés meg is született, hiszen 143 család számára biztosítunk élelmiszer csomagot, és ugyanezen családok számára a koronavírus elleni védekezéshez szükséges tisztító fertőtlenítőszereket is fogunk biztosítani. Tekintettel a kialakult helyzetre ezeket a csomagokat most házhoz is fogjuk minden érintett számára szállítani. Az erre vonatkozó értesítéseket már el is juttattuk számukra. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni a bátaszéki gondozási központ munkatársainak, illetve az önkénteseknek a segítségét, akik elsősorban a városi óvoda óvónői, akik részt vesznek egyrészt a 70 éven felüliek gondozásában, segítésében, illetve ennek az adományozási akciónak a kivitelezésében is. Az adományok a hét folyamán jutnak majd el az érintettekhez.